Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Paks 2. A Parlament Gazdasági Bizottsága előtt beszélt Süli János miniszter. Roma felzárkóztatás támogatásból Gyulajnak segít a Nemzeti Művelődési Intézet. Bukovinai székely dalok szóltak, határon innen és túlról is érkeztek énekesek Bonyhádra. Szent Erzsébetre emlékeztek, több évszázados katolikus hagyományt elevenítettek fel Tolnán. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Nagyságrendileg 400 engedéllyel rendelkezik jelen pillanatban a Paks 2 projekt. Ahhoz, hogy áramot termelhessenek, majd az új blokkok körülbelül 6000-re lesz szükség. A következő mérföldkő 2020. júniusában következhet, ekkor szeretnék benyújtani a létesítési engedélykérelmet az Országos Atomenergia Hivatalhoz, mondta Süli János miniszter a Parlament Gazdasági Bizottságának ülésén. A Magyar Nukleáris Biztonsági Szabályzatnak, az uniós előírásoknak megfelelő blokkot fog számunkra az orosz fél tervezni, illetve a tervek alapján, az engedélyezett tervek alapján pedig megépíteni. Ennek érdekében a fővállalkozó Rosatom szeptember végén átadta az új blokkok műszaki tervét a Paks 2 ZRT-nek, ami az egyik szükséges feltétele, hogy a létesítési engedélykérelmet jövő júniusban be tudják nyújtani az Országos Atomenergia Hivatalnak, mely nemzetközi szakértők bevonásával értékeli az átadott dokumentációt. Erre 15 hónapja lesz, mondta Süli János, a Paks 2 beruházásért felelős miniszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága előtti meghallgatásán. Hozzátette, hogy a paksi bővítéssel kapcsolatos európai bizottsági vizsgálat közel 2 éves leállást okozott, valamint a magyar és uniós előírásoknak való megfelelés miatt szükség volt áttervezésekre is. A tárca nélküli miniszter úgy fogalmazott, a biztonság a legfontosabb, nem a határidő. Csak olyan blokkot tervezhetünk, ami az előírásoknak megfelel, ez a Magyar Nukleáris Biztonsági Szabályzat, ez szerint kötetett a szerződés is, tehát ebből nem tudunk engedni, ezért is kaptuk később a terveket, hisz mi azt képviseltük, hogy magas minőségű paksra tervezett tervekkel kell rendelkeznünk. Hamarosan az országgyűlés elé kerülhet a Paks 2 projekt finanszírozási szerződésének módosítása, mellyel egyidejűleg a beruházás befejezésének határideje is módosul. Magyarország a végtörlesztés határidejét szeretné kitolni, ennek értelmében a magyar állam nem 2026-ban kezdené a 10 milliárd eurós hitel törlesztő részletének és a kamatának a visszafizetését, hanem akkor, amikor a blokkokat üzembe helyezték, jelezte a tárca nélküli miniszter. Ma több mint 800 ezerrel többen dolgoznak, mint 2010-ben, és a foglalkoztatottak jövedelme is nő. Ezt Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára közölte. Az államtitkár elmondta, tavaly az átlag keresetek 11,3%-kal bővültek, és idén is 10% feletti bővülés várható. A KSH jelentése szerint 5%-os gazdasági növekedés volt a harmadik negyedévben, amihez hozzájárult a szolgáltatási szektor, az építőipar és az ipar a maga 8%-os bővülésével. 931 milliárd forint megtakarítást halmoztak fel a háztartások idén, és 422 milliárd forint adósságot vállaltak, így 508 milliárd forinttal növelték nettó pénzügyi eszközeiket, ami a GDP 4,2%-ával egyezik meg. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a háztartások pénzügyi eszközeinek legnagyobb állományát a vállalati üzletrészek képzik, melyekben több mint 25 milliárd forintnyi állománnyal rendelkeznek, és ez 551 milliárd forinttal nőtt a harmadik, és 1844 milliárddal az első 3/4 évben. A lakosság több mint 5000 milliárd forintot tart készpénzben, ebből 4719 milliárdot forintban, 332 milliárdot devizában, a hitelintézeteknél elhelyezett forintbetétek állománya viszont nem ért el a 8000 milliárd forintot szeptember végén.
Gyulajnak adományozta a Nemzeti Művelődési Intézet az 1%-os adófelajánlásból befolyt összeget, a több mint 139 ezer forintos támogatást a községen élő romák felzárkóztatására fordítják. Többek között kosárfonó tanfolyamon vehetnek részt. Mindig a hátsó szállal két dolgot csinálsz. Felhozod és le is viszed. És a hátsó szállat felhozod és le is viszed. Kosárfonást tanulnak a gyulai közösségi házban roma nők és férfiak. Így, na most várjál hajni én. Bocsánat, ide. Így. Horváth Hajnalka jelenleg közmunkából él, de később elképzelhetőnek tartja, hogy komolyabban foglalkozzon a kosárfonással. Második alkalom, hogy itt vagyok ezen a kosárfonó tanfolyamon. Hát tetszeni tetszik, csak erősen ugye meg kell tartani, feszesre kell fonni a kosarat, ahhoz, hogy jó és szépet is mutasson. Hát megy, jó, tetszik. Gyulaj lakosságának 75-80%-a cigány származású. A település polgármestere azt mondja, nagy szükség van az ilyen tanfolyamokra, nem csak a közösségépítés, hanem a romák megélhetése szempontjából is. Akik tudtak, elhelyezkedtek, sokan járnak közmunkába, dolgoznak az önkormányzatnál, 42-en vagyunk itt most ebbe a programba, de reméljük, hogy egyre többen el tudnak helyezkedni, vállalatoknál, vállalkozásoknál itt-ott, hogy tényleg egy kicsit fölze, és az élet színvonalukon egy kicsit javítanának. A kosárfonó tanfolyam a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásából valósult meg a községben. Az intézethez több mint 139 ezer forint folyt be az 1%-os felajánlásokból. Ezt az összeget adományozták oda a településnek. Én nagyon bízom abban, hogy akik most a kosárfonás érzékenyítésre sikerült érzékenyítenünk annyira, hogy megfogt ez a kosárfonás, hogy mivel Gyulajon is elég sok terméket állítanak elő, készítenek, termelnek, ezért piaca is biztos, hogy lesz neki, és először még, hogyha csak idézőjelben másodállásban végzi ezt a tevékenységet, utána már ugye be kell gyakorolni is, és akkor lesz jövője is. A munka itt nem ér véget. A Nemzeti Művelődési Intézet az önkormányzattal közösen létrehoz egy értéktárbizottságot a településen, ahova a roma hagyományokat és a közösségi értékeket veszik majd fel. A cél az, hogy Gyulajon egy olyan közösség jöjjön létre, ahol a roma hagyományokat, néptáncokat, valamint a nyelvet is ápolják. Első alkalommal rendezett a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége népdaléneklési versenyt, ahova vártnál többen az ország határon túlról is érkeztek énekesek Bonyhádra. A Nyisztor Albertnéről, a székelyek köztiszteletű, nemrég elhunyt énekeséről elnevezett találkozó célja elsősorban az eredeti arhaikus népdal kincs felvonultatása és továbbadása volt. Magyarország szín! Négy korcsoportban 43-an mutatták meg tudásukat az első bukovinai énekversenyen. A versenyzők Magyarországon kívül Madéfalvát, Dévát, Csernakeresztúrt és több szerbiai települést is képviseltek, jól tükrözve a bukovinai székelyek vándorlásának állomásait. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke azt mondta, a cél a kapuk kinyitása, jöjjön be rajta mindenki, akinek fontos a székelység kultúrájának továbbéltetése. A táncnál is ugyan hasonló volt a szóló táncnál. Kinyissuk a kapukat, meg tudjuk mutatni azokat az értékeinket, és hát természetesen örömmel veszük, ha ezt úgy táptalajra lel, és sokan kapcsolódnak, megismerik ezeket az értékeket, kincseinket, és bízom benne, hogy szórni fogják az egész országon belül. Bakler Anna a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem névzene tanszakának oktatója, a zsűri tagja úgy vélte, ezek a fórumok a legjobbak arra, hogy a fiatal generáció is megmutathassa az átvett értékeket. Bukovinai székelyek dallamvilágának, szövegvilágának olyan vonzása van, az előadásmódnak olyan különös értékei vannak, ami miatt nagyon sokan akarják megtanulni. Tehát a mai versenytől azt várom, hogy megmutatkoznak a bukovinai székelység itt élő tagjai, megmutatják, hogy ők még mit őriznek, mit vittek tovább a gyerekeiken, unokáikon keresztül. A zsűri 10 kiemelt arany emlékplakettet, 5 kiemelt aranyérmet, 12 arany és 16 ezüst oklevedet osztott szét az indulók között.
Árpádházi Szent Erzsébet ünnepének több évszázados hagyománya van sok hazai településen. Magyarországon hagyományosan november 19-én ünneplik, Tolnán viszont eltérnek ettől a szokástól, mondja a település plébánosa, aki szerint fontos, hogy ezen az ünnepen adakozzunk, nem csak templomi kereteken belül. Ezeket a kenyereket áldotta meg Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén a tolnai plébános. Szent Erzsébet ünnepét november 19-én tartják, azonban Tolnán ettől a hagyománytól évek óta eltérnek, mondja Ravas Csaba. 19-én van az ő névnapja, de szokás az, hogy ehhez a napos naphoz vagy előtte, vagy utána lévő közeli szombaton mi itt Tolnán közösségünkben is külön ünneplünk. A plébános szerint fontos, hogy ne csak egy szűkebb közegre gondoljanak az adományok osztásakor, és kiemelte, mint minden évben, így idén sem maradtak a templom falain belül az ünnepen. A kenyér egyfajta egységnek a jelképe, megint csak a templom falakon kívülre tudunk elrugaszkodni ezzel, és azt gondolom, hogy egy gesztus talán annál is több tud lenni, hogy egy megáldott kenyeret ajándékozunk embereknek. Árpádházi Szent Erzsébetet a 17. századtól kezdve ünneplik. Bátaszéken lassan 10 éve, hogy minden újszülött gyermekért elültetnek szüleik egy életfát. Ez idén sem volt másképp, közel 40 csemete került a helyi mentőállomás melletti tisztásra. Nem vagyok kis mélyebben van, gyökere, jobban megfogja. Így ültettek fát a bátaszéki családok a mentőállomás mellett. Az egyik apuka, aki újszülött lányának és idősebb testvérének ültetett, azt mondta, hogy nem csak emiatt ásta a földbe a facsemetét, hogy az gyermekei születésére emlékeztesse. Számára fontos a környezetvédelem is, ezért is regisztrált az eseményre. Elég sok fát kivágunk azért manapság, azért legalább, hogyha így tudunk segíteni, akkor legalább ezzel járuljunk hozzá a környezetvédelemhez. Bátaszéken már lassan 10 éve hagyománya van, hogy újszülött gyerekeknek és idősebb testvéreiknek életfát állítsanak a szülők. A település polgármestere azt mondja, öröm látni, hogy évről évre több facsemetét állítanak a bátaszékiek. Kettős céllal került ez létrehozásra. Egyrészt szerettünk volna egy olyan programot létrehozni, illetve szerettek volna a szervezők egy olyan programot létrehozni, hogy egy környezetvédelmi indítatásból, faültetéssel együtt egy kis kötődést alakítsunk ki azon családok körében, akiknek adott évben gyermekük születik. A városban idén 35 életfát ültettek el, a 9 év alatt elültetettek száma pedig közelíti a 300-at. A helyiek azt mondják, akár jövőre el is érhetik ezt a számot. A két csapat tudásához, játék erejéhez méltóan küzdelmes, kiegyenlített mérkőzést hozott a megyei bajnokság utolsó fordulójában a Bátaszék-Bonyhád párharc. Az őszi elsőség szempontjából fontos rangadó az utolsó 20 percben dőlt el a vendég pirosmezes bonyhádiak javára, akik egy remek szabadrúgásból szerzett góllal, majd egy szöglet utáni fejessel nyertek 2-0-ra, a mérkőzés összképe alapján jobban futballozó hazai bátaszékiek ellen. Már-már úgy tűnt, hogy nem bír egymással a bajnoki címre törő két csapat. Mind a bonyhádiak, mind a hazai bátaszékiek szervezett védekezéssel, a gólszerzésben kulcsembereik kikapcsolásával a 16-oson belül hatástalanították egymást. Így kevés zicsernek mondható helyzetet lehetett feljegyezni. De e tekintetben a mérkőzés összképe alapján a labdát többet birtokló, támadóbb, kockáztatóbb felfogású bátaszék felé billent volna a mérleg nyelve. Gólt, mi több gólokat az utolsó 20 percben csak a pirosmezes bonyhádiak szereztek. Az elsőt mesterlövészük Máté Robert a rá jellemző szabadrugásból szerezte. Nem sokkal ezután következő, a megyei rangadót eldöntő második gól is rögzített játékhelyzet után született. Kaufmann szögletét a bekapott gól hatása alatt levő, nem mozduló, csak szemlélődő bátaszéki védők mellett Preininger Patrik bólintotta a kapuba. Bátaszék-Bonyhád 0-2. Rég volt már ennyire szoros az őszi idény vége, ugyanis a megyei El Clásico az elmaradt Bonyhád-Majos meccs dönt arról, melyik csapat várhatja az első helyről a tavaszi folytatást. Regionális híreikkel folytatjuk. Sikeres somogyi falvak.
1 milliárd forintból fejleszte meg Siófok környékén. Helyi termelőktől, egészséges alapanyagokból a gyermekétkeztetés volt a központi téma Pécsen. Az országgyűlés 2016-ban döntött arról, hogy november 12-ét a szociális munkanapját munkaszüneti nappá nyilvánítja. Ez alkalomból rendeztek ünnepséget pénteken Pécsett. A területen dolgozók az idős ellátástól a fogyatékkal élők gondozásán át az állami gondozásban élő gyerekek neveléséig sokrétű feladatot lát el. Éppen ezért ezen a napon rájuk, illetve az őket érintő problémára hívják fel a figyelmet. A gondozottak adtak műsort a Szociális Munka Napja alkalmából tartott ünnepségen a megyei önkormányzat dísztermében pénteken Pécsett. A város önkormányzata is köszöntötte az ágazatban dolgozókat. Ők azok, akik empátiával, érzékenységgel, szaktudással fordulnak a szociálisan rászorultak. A kiszolgáltatott és beteg idősek az intézeti kötelékben elhelyezett gyermekek felé, gondozzák a problémákkal küzdő családokat, nevelik a bölcsödében elhelyezett kisgyermekeket. A sokrétű feladatot viszonylag kevés szakember oldja meg hazánkban a számok alapján. Körülbelül 90 ezer kolléga, munkatárs, aki ma Magyarországon a szociális ágazatban dolgozik, valójában közel 2 millió család az ér el, ugyanis nem annyi ellátottról gondoskodunk, viszont a családtagokkal együtt eléri ezt a nagy számot. Tehát a társadalomban megfelelő helyre kell helyeznünk a szociális területet, a szociális területen dolgozókat. Ezt szolgálja a Szociális Munkanapja, ami a területen dolgozókra, problémáikra hívja fel a figyelmet. Sajnos az a fajta munkaerőhiány, ami az egész társadalmunkat, az országot elérte, az elérte a mi ágazatunkat is. Tehát egyre nehezebben találunk jó kollégákat, akik tényleg odaadással tudják ezt a feladatot végezni. Tehát nem könnyű. És ugyanúgy oda kell figyelnünk a megtartásra is, ami ugye természetesen múlik azon is, hogy milyen béreket tudunk nekik adni. A juttatások terén volt javulás az utóbbi időben, de még mindig lehet ezen javítani, mondja az elnök. Az országgyűlés 2016-ban döntött arról, hogy november 12-ét a szociális munkanapját munkaszüneti nappá nyilvánítja. Ez alkalomból rendeztek ünnepséget pénteken Pécsett. Sikeres a Magyar Falu program Somogy megyében. Az év elején elindított hazai forrásból finanszírozott támogatásból eddig 1 milliárd forintot hívtak le a Somogy 4-es számú választókörzetében. Az év végéig még várható, hogy újabb pályázatok elbírálása is megtörténik, és a tervek szerint jövőre is folytatódik a vidék felzárkóztatását segítő 15 célterületből álló pályázati programsorozat. Utak, mellékutak felújítására, óvodák, bölcsödék fejlesztésére, orvosi, szolgálati lakások kialakítására és falubusz beszerzésére is pályázhattak idén az 5000 fő alatti települések a Magyar Falu programban. A kormány döntése értelmében még ebben az évben további 20 milliárd forintot fordítanak a vidék fejlesztésére a Magyar Falu program keretében. Közúthálózatban még több pénz kerül bele az idei évbe, amivel évvégén még tudnak utakat fejleszteni. Ezen kívül még egyes programai gyorsan ki tudják még bővíteni, ahol nagyon sok volt a jelentkezés. Igaz, hogy mindegyikbe túljelentkezés volt, de ahol sokkal többen óvoda vagy éppen bölcse, de ahol gyorsan lehet még adni pár százmillió forintot. Balatonszemes több pályázatot is benyújtott. A település mindkét esetben el is nyerte a támogatást. Nemrég el lett átadva az orvosi rendelőnk. Ott sajnos még a berendezésekre ugye már nem maradt forrásunk. Most, hogy nyertük ezt a közel 3 millió forintos pályázatot, így nagyon sok eszköz és berendezés beszerzése megvalósul. Megújulhat a községi óvoda udvarának egy része is. Kicserélik a játszótéri elemek alatti gumiborítást és burkolatot kap az udvar földes területe is. Javasolták azt, hogy műfűborítást próbáljunk megtenni, és így most a gumiburkolat mellett az udvar egy részére műfűborítás fog kerülni, és ez is már nagyon nagy eredmény lesz.
Magyarországon csaknem 3000 olyan település van, amelynek lélekszáma nem éri el az 5000-et. A Magyar Falu program keretében az idén még 8 pályázaton hirdetnek nyerteseket. Egészséges, helyi, szezonális ételeket az iskola menzákra. Ez volt a központi témája annak a kerekasztal beszélgetésnek, melynek a Pécsi Szakképzési Centrum Zsolnai Vilmos Szakközépiskolai Szakiskola adott otthont. A programon bemutatták Budai Péter séf Ízig Varázs című szakácskönyvét, de egészséges ételeket is kóstolhattak a résztvevők. Korszerű gyermekétkeztetés és a helyi termelők közétkeztetésbe való beszállítási lehetőségei. Ezzel a címmel tartottak közéleti kerekasztal beszélgetést a Pécsi Szakképzési Centrum Zsolnai Vilmos szakiskolájában. A program részeként az intézmény egy vadonatúj, modern berendezéssel gazdagodott, melyet a Civil Összefogás Fórum országos koordinátora adott át. Befőző automatákat helyezünk ki helyi civil szervezetekhez, helyi nagycsaládosoknak, illetve közintézményeknek térítésmentesen, és azt várjuk tőlük, hogy ezeket a gépeket használják, a helyi alapanyagokat használják föl, ezt dolgozzák föl, és akár értékesítésre, akár pedig saját fogyasztásra, saját célra készítsék el. Az ajándék mellett bemutatták Budai Péter Ízig Varázs című szakácskönyvét is. Ebbe a receptgyűjteménybe a 4 évszaknak megfelelő szezonális és egészséges ételeket gyűjtötte össze a mesterszakács. Ezek közül néhányat el is készítettek az iskola tankonyháján, többek között 4 féle főzeléket. Egyikben sincsen se tej, se liszt, és mégis úgy néz ki, mint amilyennek megszokták az emberek. Mert ez nagyon fontos. A fasírtok, amik nem fasírtok, hanem mondjuk húspogácsán, azok pedig kenyér helyett, vagy ráztatott zsömle helyett, köles van benne, és mindenféle zöldség. Budai Péter szerint ezek a reformreceptek nem csak az egészséges életmód miatt jó alternatívák a változtatásra, hiszen manapság különböző ételérzékenységekre is oda kell figyelni az iskolákban. Ez és a helyi termelők bevonása a közétkeztetésbe egyaránt fontos. A minőségi, helyben beszerezhető termékek több szempontból is fontosak, emelte ki Őri László. Gyermekeink a legegészségesebb élelmiszereket fogyasztassák a mindennapokba, de van ennek egy helyi gazdaságélénkítő hatása is, hiszen ha Pécs környékén, Baranya megye kisebb települései megtermelt élelmiszereket vásárolják meg a közétkeztető vállalkozások, akkor azzal a helyi gazdaságot, a helyi termelőket is támogatjuk, túl azon, hogy egészséges élelmiszer kerül a gyermekek asztalára. A kerekasztal beszélgetésen a szakemberek egyetértettek abban, hogy azok a helyben termelt alapanyagokból készült ételek, melyek megfelelnek a 21. századi elvárásoknak, mint a só, cukor és zsírtartalom tekintetében, fontos részei az egészséges életmódnak. A Be Smart Seniors projekt célja a 65 év felettiek életvitelét segítő online szolgáltatásokat bemutató oktató videó kifejlesztése egy intergenerációs tanulási modellel kombinálva. A Tanisdan Nagyit programot a Pécsi Nyugdíjas Egyesület tagjainak igényfelmérése alapján állították össze, a továbbiakban pedig a készülő videótananyagot tesztelik és a megszerzett ismereteiket személyesen is hasznosíthatják. A Be Smart Seniors projektben finn, szlovén, lichtensteini és magyar felnőtt képzési szakemberek végeznek fejlesztő munkát a Pécsi Nyugdíjas Egyesülettel együttműködésben. A partnerségben egy olyan modellt dolgoznak ki, melynek célja online szolgáltatások bemutatása. A projekt része a Tanítsd a Nagyit program is, melynek keretében a fiatalok tudnak jól segíteni nagyszüleiknek. Az idős ember bizonytalan, és nem bízik meg mondjuk egy tanfolyamban, nem jut el egy egyetemi kurzusig, nem jut el akár csak egy iskolai tanfolyamig sem. Viszont otthon van az unokájával. Na most, és itt van a lényeg, ha az unokának valamit meg tudunk mondani, hogy ő türelmesen azt az 5 dolgot csinálja meg, akkor az idős ember majd a következő 5-öt kérni fogja. A Pécsi Nyugdíjas Egyesület tagjai az igényfelmérésben vettek részt, a továbbiakban pedig a készülő videótananyagot tesztelik, és a megszerzett ismereteket személyesen is hasznosíthatják. Elkészítettünk néhány mintatananyagot, majd még a délután folyamán be fogok mutatni. Ezek rövid 2-3 perces tananyagok, egy konkrét témakör köré épülnek, egy standard felépített tematika alapján, valamilyen témakört járnak körbe, és azt segítenek feldolgozni. Ennek a tesztelése az, ami még majd most vár ránk, és utána pedig, hogyha úgy gondoljuk, hogy ez a tematika és ez a felépítés, amit kidolgoztunk, ez jó, akkor pedig el fogjuk készíteni azokat az oktatóanyagokat, nagyjából 60-at, ez egy picit többet, amit még vállaltunk, erre kell még a maradék 1 év. A tananyagok ingyenesek, és bárki számára elérhetőek
megjelennek az interneten. A partnereknek köszönhetően nem csak magyarul, hanem angol, német, finn és szlovén nyelven is megjelennek valamennyi résztvevő országban. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Paks 2. A Parlament Gazdasági Bizottsága előtt beszélt Süli János miniszter. Roma felzárkóztatás támogatásból Gyulajnak segít a Nemzeti Művelődési Intézet. Bukovinai székely dalok szóltak, határon innen és túlról is érkeztek énekesek Bonyhádra. Szent Erzsébetre emlékeztek, több évszázados katolikus hagyományt elevenítettek fel Tolnán. Kedden változó vastagságú felhőzet melletti derengő napsütéses időszakok is előfordulhatnak, eső nem várható. Többnyire gyenge mérsékelt lesz a délkeleti szél. Éjszaka fátyol felhős marad az ég, ez némileg korlátozza a ködképződést, de elvétve nem kizárt köd, illetve párásság. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel, legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!